Egy jó pár bevándorló ellenes plakátot átfestettünk. A tolerancia és a mosoly szóval láttuk el a plakátokat, hogy végén az az üzenet jöjjön ki kitakarásokkal együtt, hogy Magyarországra kell a tolerancia. Vagy például, ha Magyarországra jössz, van love. Hát magát a cselekményt is plakát javításnak hívjuk. Olyan üzenetet alakítunk ki belőlük, lefestéssel és hozzáfestett szavakkal, amik igenis a társadalom javára várnak. Ezért utasítjuk el a leghatározottabban a rongálás, a szabálysértés bűncselekménynek a tényét, mivel mi az építés, a szeretet, az összetartás a magyar társadalom érdekében cselekszünk, pontosan a kormánynak a romboló viselkedésével szemben. A 10. kerületben két plakátot módosítottunk olyan szöveggel, hogy Magyarországra kell a tolerancia, illetve Magyarországra kell a mosoly. Folyamatosan pozitív visszajelzéseket kaptunk, vagy dudálást, vagy azt, hogy vastagabban húzzátok az ecsetet, vagy ilyen jellegű megnyilvánulások voltak. És igazából közben a fejünkben folyamatosan az járt, hogy valami jót teszünk a társadalom mellett. Miközben a második plakátnál tartottunk, állítólag egy kedves magyar állampolgár bejelentésére kiérkezett körülbelül 2 percen belül a rendőrség, bűnjelezés, helyszínelés 2 órán keresztül, utána pedig bevittek a rendőrségre, fogdában töltöttük az egész éjszakát. Ez egy teljesen kivilágított, alvásra alkalmatlan helység, mindenféle komfort nélküli fapricsekkel, mi nem használhattunk telefont a legelső pillanattól kezdve, ők pedig állítólag egyszer minimum rácsörögtek az ügyvédre, nagy meglepetésre nem vette fel az éjszaka közepén, tehát ilyen trükkös módon úgymond azt is megakadályozták, hogy jogi képviselőnk legyen. Teljesen egyértelművé tették, hogy felső utasításra, ez egy kiemelt és gyorsított ügy. Aludni se hagytak, tehát fél óránként bejöttek valamiért, egészen hajnalig ott tartottak, majd pedig engem például nadrág nélkül egy pokróccal akartak a hajnali hidegbe kizavarni. A nadrágomat is elvették, mert hogy festékfoltos volt. Azon az éjszakán lefoglalták a nálam lévő összes pénzt, a telefonjainkat, stb. Most kedd van, múlt csütörtök óta ezek a dolgok le vannak foglalva, és a büntetőjárás nyomozati szakasza az pedig folyamatban. Igazából ez az egész propaganda, amit a kormány csinált, nekem ez abszolút nem volt helyén való, és úgy éreztem, hogy most végre tehetek valamit, amivel ez ellen felléphetek. Igazából ez volt a fő ok, miért elindultam. Azt gondoljuk, hogy a befogadás, a szeretet, a tisztelet, az együttműködés, az együttérzés, a segítő szándék, azok pozitív dolgok. A kirekesztés, a nem törődömség, a gyűlölet, az uszítás, a másoktól való elhatárolódás, a rasszizmus, a xenofóbia, ezek pedig negatív dolgok. Egyszerűen az emberi alapértékek alapján. Sokkal nagyobb sebességbe kapcsolunk, és rengeteg tervünk van. Szervezünk például egy úgymond bevándorló, vagy szeretet, vagy összetartás, tolerancia fesztivált, ahol minél több zenekarnak, művésznek, előadónak a részvételét várjuk, és egy nyitott dolgot szeretnénk csinálni, ahol minél több bevándorló, sőt menekült, és minél több tőzsgyökeres magyar állampolgár is részt vesz. Alapvetően nagyon felháborított ez a gyűlöletplakát kampány, de az elhatározás az egy vasárnap délutánon született csak meg bennem, amikor érkezett egy telefonhívás egy barátomtól, hogy ráérek a délután erre a nemes cselekedetre, és természetesen rá is értem. Nagyon tetszett a koncepció, hogy miután eltávolítottuk a plakátot és összeszedtük a darabokat, be is megyünk és fel is jelentjük magunkat a rendőrségen. Úgy gondoltam, hogy ez így a tisztességes. Egyáltalán nem éreztem úgy, hogy én ezzel a társadalomra bármilyen káros cselekedetet követnék el, inkább úgy éreztem, hogy ezzel egy helyes dolgot teszek. Érdekes módon izgultam nagyon azon, hogy ne kapjanak el minket a plakát letépése közben, mert akkor elveszett volna az elegáns gesztus része a dolognak, miszerint mi feljelentjük magunkat. Összeszedtük akkurátusan a letépett plakátdarabokat, amelyeket összegyűjtöttünk egy zacskóba, és be is sétáltunk a legközelebbi, ez helyileg a 6. kerületi rendőrkapitányságra,
ahol nagy meglepetéssel fogadtak minket, mint önfeljelentőket. Először nem is nagyon tudták kezelni a helyzetet, majd utána felvették a vallomásunkat. A rendőrök végig nagyon-nagyon korrektül viselkedtek velünk. Ez egy jó alkalom arra, hogy ilyenkor elmondja az ember nem csak azt, hogy ezt miért tette, és nem csak azt, hogy valami ellen akar tiltakozni, hanem hogy valami mellett teszi le ezzel a voksát. Ebben az esetben egy befogadóbb és toleránsabb társadalom mellett, és ezért is tettük mi ezt a dolgot.